A keresztény kalendárium legjelentősebb eseménye a húsvét. Ezt előzi meg a Szent Háromnap, amelynek egyikét, a nagypénteket munkaszüneti nappá nyilvánítják. A régi időkben nem volt ez meg, és hogy most, hogy ezt megcsinálták, az egy nagyon nagy öröm, és mindenkinek legalább tudja gyakorolni a vallását, aki szereti és mehet nyugodtan, gátlástalanul templomba is, mindenhova, mert mi abban az időben ezt nem tehettük meg. Az emberi erőforrások minisztere Balogh Zoltán szerint az egyházak feladata lesz, hogy a nagypéntek ne csak egy munkaszüneti nap legyen, hanem valódi ünnep. Tartalommal nekünk kell meg. Tartalma van, csak ezt a tartalmat közhírré kell tenni, embereket megismertetni, elsősorban olyanokat, akik vagy nem hallottak róla, vagy keveset hallottak róla, vagy már elfelejtették azt, amit hallottak róla. Kegyelem nékünk és békesség! Nagypénteken Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékeznek a gyülekezetek. Ha ez a keresztelfeszítés nem történik, tehát ha Jézus Krisztus kereszthalála nem történik, akkor tulajdonképpen az egész keresztény egyház hát tulajdonképpen nincs, mert úgy akkor nincs húsvét és nincs pünkösd, és itt sorolhatnánk. Tehát azért jelentős ez, és azért is mondjuk azt, hogy örülünk annak, hogy egy picit az emberek nagypénteken meg tudnak állni, reménység szerint úgy, hogy eljönnek templomba. A többi vallási szempontból jeles naphoz hasonlóan a nagypéntekhez is számos szokás, hagyomány kapcsolódik, így többek között a szigorú böjt megtartása.